nem zavarja, hogyha megfogod. Nagyon szereti, ha simogatod. Bocsi? Ez kicsit para, jaj. Szeretnék jól később meg fogod merni fogni, és akkor elkezdtem a kezedet, és légy fotózlak vele. Ti nézzétek például reggel, amit itt látsz, az a köpete. Ó! Oh. De az ebből szinte majdnem steril csont. Tehát és mit eszik? Itt nálam csak csirkét, szárnyat, és szívet, és májat, és húsit. De természetben ugye egeret enne. Jövő héttől lesz egér. Tudsz még olyanról, aki tart otthon bagyot? Kerestem bagolytartókat, de nem találtam. Tehát egyetlen egyel sem sikerült összefutnom, pedig van hivatalos tenyésztő Magyarországon, és bíztam benne, hogy találok bagolytartót, de nem sikerült. Olyat, aki meg cicákkal együtt tartja, olyat meg végképp nem sikerült, de biztos, hogy van. Ők annyira együtt élnek, ha én elmegyek, ők akkor is együtt vannak. Tehát nekik nem kell a felügyelet ahhoz, hogy békében legyenek. Nyugodt szívvel mehetek, dolgozhatok 8 órát. Ha a macska okozna neki, akkor 3-4 farmolásba belehalnak. Még akkor is, ha nem életveszélyes, mert más a baktérium rendszere a macskáknak, de sem soha semmilyen sérülés. Cicák pedig, ha játszanak, akkor gyakorlatilag ütögetnek. És számukra ez ellentétes kommunikáció, és ezt meg kellett érteni, hogy ebben nem támadás van, hanem játékos szeretet van. Figyelj, Zufa, nézd el, milyen jó farok van itt. Nem zárnám kalitkába sohasem. Tehát én teret adnék neki. Ahhoz, hogy tere legyen, ahhoz pedig kell azt, hogy mondjuk legyen egy teraszod, egy repdéd, amiből ő esetleg nem tud kimenni, de van repülési lehetősége, van szabad mozgás lehetősége. Itt ebben a házban szabadon élhet, és a repdéje az 50 négyzetméteres. Nyitott voltam rá, hogy egy különleges madarat vegyek, de azt gondoltam, hogy páva lesz, vagy struc lesz, vagy emu lesz, mert hogy akár az is elférne, és megláttam őt, ilyen picike volt, hatalmas nagy feje, nagy szeme, ugyanez a szem, mint egy földön kívül lény olyannak képzeljétek el. Olyan karakteres kis állat volt, miközben már bújos volt másfél hetesen, hogy úgy éreztem, hogy szeretném hazahozni. Hello. Játsz, látod? Megfogja a kezed, ez baráti gesztus. Ne engedd, hogy merőlegesen csikjen, mert az fáj, mert már erős a csőre, de nem bántani akar. Ő mindig csak játszani. Próbálj meg a kezed. Úgy, mint ahogy én, hogy a támasznak érezzel. Ahogy úgy ügyes vagy. Malájátai bagoly Magyarországon nem honos, és részben ezért nem védett. De magyarországi körülmények között nagyon jól megél. Ő tenyészetben született, sose látott nagy madarat. A tojások keltetőgépen keltek ki, és emberi kézetette első perctől fogva. És azért nem fél senkitől. A lényeg az, minél kisebb korába kerüljön hozzád, és veled együtt szocializálódjon. Azt mondták, hogy ez nem normális dolog, hogy meg fogják enni egymást. Valaki arra tippelt, hogy a bagoly eszi meg a macskákat, valaki meg arra tippelt, hogy a macska eszi meg a bagyot. Megpróbáljuk, hogy megfőd ezt. Jó? Nézd csak, Zufi. Tisztelt.